A rendezvényt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Én már sok-sok éve hagyományos, hogy megrendezésre kerül az Ovi Gála rendezvénye, mely az óvoda és a város életében is immár ünnepként van jelen. A mai ünnep a gyermekek számára egy bemutatkozás, hiszen ma minden tagóvoda csoportja fellép, bemutatja produkcióját. Megmutatja azt, hogy mit tanult, mivel foglalkozott, azt, hogy egyáltalán mit tetszett neki a legjobban az elmúlt óvodai időszakban. Színpadra lépve láthatjuk, ahogyan az eltelt óvodai évek alatt nőttek, okosodtak, fejlődtek gyermekeink. És mi a nézőtéren? Láthatjuk, ahogyan a gyermekek a színpadon mosolyognak, élvezik a közös játék örömét, egy kicsit feszengenek, de boldogan játsszák el a számukra összeállított programot. De ha jól figyelünk, akkor láthatjuk, ahogy az előző években, azt gondolom ebben az évben is, hogy szemükkel azért keresik családtagjaikat, kiintegetnek, kikacsintanak, várják a szülői visszajelzést, a mosolyt, az integetést, a biztató szót, mert számukra a legnagyobb elismerés a család közös öröme, közös élménye. A mai rendezvény is egy olyan élményt, egy olyan közös emléket jelent majd, amely közösségé, a társadalom legfontosabb közösségévé formálja a családokat. A család, az apa, az anya, a gyermek, gyermekek közössége olyan, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, a hely, ahova hazamegyünk, amelyben felnőhünk, és amelyből kirepülünk. És az is, hogy mindig, mindenkor visszamehetünk, visszagondolhatunk, belekapaszkodhatunk, mert amit ott kapunk, a családban, az örökre megmarad. A család tehát az a hely, ahol elkezdődik életünk. A polgármester köszöntő szavai után a megjelentekhez Balay Tiné Sütő Margit igazgató szólt. Ezen az alkalmon a városunk óvodás gyermekei zenés műsorokkal várják a családokat, szülőket, nagyszülőket és a helyi közösség érdeklődő tagjait. A közösen töltött idő felemelő érzés gyermekeknek, szülőknek, nagyszülőknek és az óvoda dolgozói számára is. Terbecsülhetetlen értéke van, hisz a szülők gyönyörködhetnek a gyermekeikben, természetes büszkeséggel tölti el őket ügyességük. Kedves szülők! Köszönöm, hogy együtt nevelhetjük gyermekeiket, hisz önöknek és intézményünknek is ugyanaz egy a célunk, mégpedig az, hogy a gyermekeink felnőve a társadalmunk számára értékes emberré váljanak. Nevelőközösségünk magas szintű pedagógiai, módszertani tudással, nagy szakmai gyakorlattal rendelkezik, mely biztosítja óvodásaink számára az élményekben, ismeretekben gazdag óvodai életet. Intézményünk minden óvodája rendelkezik a feltételekkel, melyeket intézményünk fenntartója, Karcagváros önkormányzata biztosít. Köszönöm Szepesi Tibor polgármester úrnak, az önkormányzat képviselőtestületének mindenkori támogatását. És most nincs is más hátra, mint az, hogy az óvodás gyermekeink birtokba vegyék a színpadot hamarosan. Kívánok minden jelenlévőnek kellemes időtöltést, jó szórakozást és lejjék örömüket gyermekeinkben. A Gyermekünk Mosolya, Egészséges Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma emlékplakettet adományozott Sári Kovács Szilvia alpolgármesternek, valamint a karcagi rendőrkapitányságnak, akik önzetlen munkájukkal támogatják a karcagi óvodás gyerekeket. A díjakat Sótiné Szatmári Dóra, a kuratórium elnök helyettese és Balay Tiné Sütő Margit igazgató adta át. A gála főszereplői az óvodások voltak, akik tagintézményenként mutatkoztak be az est folyamán a következő műsorokkal. Kúten utcai óvoda, az Erő a nyerő, felkészítő Homoki Judit, valamint Lázárné Popovics Anikó, Táncsics körút 17 és 19-es számú óvodák, Pinokkiók tánca, felkészítő Kovács Marian, Kovácsné Lacikó Julianna tívea. Kinizsi utcai óvoda napsugárcsoport, Földön, vizen, levegőben. Felkészítők Péter Lászlóné,
Farkas Jánosné, Gépgyár utcai Szím óvoda, Diószüret. Felkészítők Tótné Török Judit, Horvátné Balogh Barbara, Fúrianné Kocsis Nikoletta, Csokonai utcai óvoda, Bóbita csoport, Péter és a Farkas. Felkészítők Romhányi Sándorné, Lővei Gáborné, Zöldfa utcai óvoda, Akit szeretsz, kapd el. Felkészítők Harsányné Szabó Ilona, Csapóné Horváth Marianna, Olajos Petronella, Nagy Bettina. Takács Péter utcai óvoda, Lufis tánc. Felkészítők Szabó Erika és Kovács Imréné.